Nyíregyháza a Józsaváros. A megye székhely egyik olyan része, amely a lakó telepéről ismert, és ahol rendszerint az egyik legtöbb ingatlan adásvétel zajlik egy évben. Itt is jelentős drágulás volt megfigyelhető az utóbbi időszakban. 400 ezer forintos négyzetméter ár alatt ma már alig-alig hirdetnek meg lakást. Nyíregyházán és az egész országban ugye keresleti piac van, nyilván a keresleti piac mindig növeli az ingatlanok értékét, ezért nálunk is ez ugyanígy van. Ezelőtt, mikor ilyen válságos időszak volt, 6-7-8 éve 100 ezer forint volt egy panelnek a négyzetméter ára, most jelenleg ilyen 300 és 500 ezer forint között van állapottól függően. Az árak emelkednek, az érdeklődők száma ugyanakkor ennek ellenére sem csökken. A meghirdetett lakások rendszerint rövid időn belül gazdára találnak. Különösen azok, amelyek jó állapotban vannak, és amelyeket távhővel kell fűteni. A különböző lakóparki övezeteket keresik, nyilván vannak, akik a belváros frekventált részeit keresik. Nyilván ez mindig attól is függ, hogy ki éppen milyen ingatlanra van kereslete, milyenre van pénze, mit tud kifizetni, de általában dolgozni nagyon nem szeretne egyik vevő sem az ingatlannal, tehát általában felújított, műanyagnyílászárós, jó állapotban lévő lakásokat keresnek. Nem egészen alakul így a kereslet kínálat aránya a családi házaknál. Az építőanyag árak ugyanis olyan drasztikusan megemelkedtek, hogy sokan inkább kivárnak az építkezéssel, vagy új építésű ingatlan vásárlásával. A háború miatt nagyon-nagyon fölmentek az építőanyag árak, illetve most az infláció miatt is, tehát most azért egy családi házat már 400 ezer forint per négyzetméter alatt nem építenek az építetők. Nyilván ez az nagy áremelkedés az anyagárakban, ez látszik ugye a piacban is. A kereslet nyilván most egy picit csökken, akár lakás, illetve akár családi házasról beszélünk. Nyilván ez ugye az anyagárak, a munkadíjak és az áremelkedés miatt van. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei átlagos négyzetméter ár egyébként nagyjából 200 ezer forinttal marad el az országos átlagtól. A legtöbbet a fővárosban, a legkevesebbet Nógrád megyében kell fizetni az eladó ingatlanokért.